Ugyan az utazás alatt végig szakadt az eső, nem sejtettük, milyen viszonyok várnak ránk Győrben, az Eto stadionban. A játéktér állapotát nehéz volt játékra alkalmasnak minősíteni, de a bírói trió a helyenként bokáig érő víz ellenére kezdést vezényelt. Amelyen a kezdő csapat megegyezett az előző hetivel, Illés, Gassner, Gyurác, Szál, Lakatos, Dankó, Király, Varga, Hírman, Szalai, Sóron kezdte a víziütközetet. 6. percben Dankó becsúszó szerelése után két hazai sarokrugás következett, amit Tamás 20 méteres emelése követett, a kísérlet azonban elkerülte a kaput. A 11. minutonban a labdát vezető Szál lábára durván rácsúszó Sejem Bálintot a játékvezető azonnal kiállította. Szerencsére védőnk elkerült a súlyos sérülést. 3 perccel később Szalai futott el a jobb oldalon, ígéretes beadás elsuhant a kapu előtt. 20. percben Rátonyi 18 méteres lövése Illés kezében halt el, majd 10 méterről próbálkozott, a blokkról pattant az alapfalon túlra a labda, a beívelést Illés kiöklözte. 23. percben egy jobboldali beadást követően Dankó 18-ról a támaszkodóval próbált a kapuba találni, sikertelenül. A 30. percben Dankó futtatta Sóront, ki becselezte magát a 16-osra, de lövését blokkolták a védők. 43. minutonban Gyurász megsérült, Savanya állt a helyére, és mindjárt megkeverte a védőket. Királynak készítette a labdát lövésre, de 18-ról mellé trafált. Jól kezdődött a második játékrész, Hírman emelt 18 méterről a kissé kín álló kapus fölött, a visszaérő Cebreus nagy bravúrral ütötte ki a jobb felső sarokból a labdát, Dankó ismételt, ez viszont kapu mellé szállt. Az 53. percben Gassner beadását Szalai 8 méterről mellé fejelte, majd Sóron kiugrott, két remek csel után 12 méterről eresztette a labdát, ám Sebők elvetődve védett. Az 57. percben nagy kavarodás okozott izgalmat a vendégkapu előtt, de védőinknek sikerült a mentés. 60. percben Molnár váltott a Szalait. 68. percben Mitrin kevergette meg védelmünket, beadását Király mentette az alapfalon túlra. A sikertelen sarokrugás után Molnár indulatott el az ellenfél kapuja felé, de az utolsó pillanatban egy tócsában elakadt a labda. 76. percben Torkos lépett pályára Király helyett. 77. percben Gassner beadása az alapfalon túlra pattant, Soron szöglete kipattant a védőkről, Molnár 20 méterről lőtt az égbe. 82. percben Gassner adott be a jobb oldalról, a túl oldalról remek ütemben érkező Molnár az ötös sarkától a hosszú sarokba bólintott úgy, hogy a csúszós talajon a kapusnak esélyes sem volt elérni a labdát, ezzel 1-0 ide. Következő pillanatokban Savanya indítását Soron lőtte rá 20-ról, de ez nem hozta zavarba Sebőköt. 93. percben Dankó a jobb sarok közeléből szabadrugás lőtt az oldalállóba, a Varga Olivér lőtt 18-ról Illés kezébe. Rendkívül nehéz mérkőzésen van túl csapatunk. Nem elég, hogy egy fiatal, jó képességű Eto Akadémia fogadta együttesünket, jött egy gyors kiállítás, ami nekünk okozott gondot. A kritiken aluli játéktérre is meg kellett küzdeni. A pályán történtek időként bohózatba illő jelenteket produkáltak, ennek ellenére a győzelem teljesen megérdemelt, hiszen többet tettünk, többet támadtunk a győzelemért. Molnár Attila kárpotolta a szurkolókat az elmúlt mérkőzéseken kihagyott helyzeteiért. A BTC pedig 7 meccses veretlenségi sorozata, amiből 6 győztes találkozó után immáron a tabella tetejét ostromolja mindössze 3 pontos hátrányban. Két hazai mérkőzéssel folytatjuk a bajnokságot, november 12-én vasárnap 13 órakor az Ete második csapat érkezik Bicskére. Gratulálok először is ahhoz, hogy jól játszottatok, és igen, megszorongattátok a Bicskét. Ugye ez vereség lett a vége, hogyan tudnád értékelni ezt a találkozót? Köszönjük szépen ezeket a dicsérő szavakat. Elsősorban gratulálok a Bicske csapatának. Ezt a küzdelmes mérkőzést meg tudták nyerni 1-0-ra. Másodszorban a játékosoknak is gratulálok, mert közel 90%-ban a mérkőzésnek emberhátrányban játszottunk, illetve meg kellett küzdeni azért a pálya talajával is. Jól alkalmazkodtak a játékosok ehhez, sokkal jobban, mint egy korábbi hazai mérkőzésünkhöz, ahol szintén ennyi víz állt a pályán. Azt gondolom, hogy egyenlő létszámmal, mondjuk vízmentes pályán más mérkőzés lett volna, de mondom, most az ilyen időjárási viszontagsághoz kellett alkalmazkodni, többé-kevésbé sikerült helytállniuk. Elég korán kiállították a játékosodat, mit mondtál a csapatnak akkor, miben változzanak?
Azt gondolom, hogy vannak olyan képességi játékosaink, mint ahogy a mai meccsen is voltak, akik képesek több pozícióba is játszani, tehát a kiállítás után nem kellett játékos cserélnünk, belül meg tudtuk oldani ezt a hiányzó játékos pótlását. Azt gondolom, hogy kívülről nem is tűnt úgy, mintha egyáltalán többen lenne a Bicska csapata. Belülről a srácok biztos, hogy érezték, többet kellett futniuk, de szerintem kívülről nem játszott, csapatként küzdöttek a mai napon. Adrián, én úgy látom a statisztikából, hogy idén gyengében szerepeltek, mint az előző két bajnokságban. A hazai pályán 8 meccsből 8 pontot szereztetek, idegenben 6 meccsből 5 pontot. Melyik a gyengébb, vagy melyik a jobb? Nem szeretném összehasonlítani az előző évekkel a csapatunkat, legalábbis játékban, sem eredményességben. Az akadémia évről évre változik, évről évre mennek föl olyan játékosok, akik már megütik a felnőtt csapat szintjét, vagy ott kopogtatnak az ajtón. Nekünk az a kifutás, hogy azok a játékosok ott játszanak, ott készüljenek, ott vegyenek részt a bajnokságban. Azok a játékosokban, akikben potenciált látunk, hogy nem a saját korosztályban edződjenek, hanem egy osztály följebb, az NB3-ban, azokra a játékosokra itt számítunk. Természetesen nagyon nagy különbség van az utánpótlás futball és az felnőtt futball között. Olyan statisztikát viszont vezetünk, hogy a legfiatalabb átlag életkorú csapattal lépünk pályára minden mérkőzésen. Talán a mai nap volt a legidősebb csapatunk, 20 és fél az átlag életkor. Az előző hetekben nagyon sokszor a 19-et sem értük meg. Adrián, te futballoztál több nagy csapatnál, többek között Békés Csabán is, én ugyanis onnan jöttem. Te hogyan emlékszel vissza a csabai éveidre? Békésvár közel egy évig dolgoztam, mint asszisztens edző. Jó szívvel gondolok vissza, én azt gondolom, ott egy jó közösség volt, egy jó csapat formálódott, sajnos annak nem volt kifutása, nem párosult eredménnyel, majd utána váltás lett a vége. Te annak idején az U20-as válogatottal voltál bronzérmes, most én azt szeretném megkérdezni tőle, hogy mi kellene ahhoz a magyar fociban, hogy minden évben ott legyünk a világ elitbe, illetve utánpótlás szinten ott az elitbe? Nehéz ezt megmondani. Azt gondolom, ahogy a kérdésben is elhangzott, utánpótlás szinten ott vagyunk, azért ha nem is minden évben, de vannak olyan korosztályaink, amelyik fölveszik a versenyt igen sokáig a Európa futballjával, csúcsfutballjával. Én azt gondolom, utána a nagy változás az eredményezi, amikor kilépnek az akadémiákról, belecsöppenek a játékosok a felnőtt futballba. Ott nincs meg még az talán azt mondom, egy kis plusz motiváció hiányzik, hogy nem biztos, hogy minden játékezetet futballal kell megoldani, lehet egy kis rafkósággal, egy kicsit jobban használjam a testemet a párharcoknál, és hogy beleedződjön a futballba. De ezt én azt gondolom, hogy a játékosaink már itt a 14 meccs alatt is fejlődnek ebbe előre. Mik a további céljaitok? További céljaink, hogy ugyanilyen fiatal csapat formálódjon, ezek a játékosok fejlődjenek, mint ahogy már mondtam, ez sikerül is, lépnek előre hétről hétre, illetve az is, hogy az identitásunkat ne veszítsük el, próbálj majd futballozni. Hát ehhez kívánok nagyon sok sikert. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm szépen. Gratulálok a győzelemhez, egy rövid értékes hallhatnánk. Köszönjük szépen. Elég irreális körülmények voltak egész mérkőzésen, ugye még az is kérdéses volt, hogy egyáltalán lejátszuk-e a mérkőzést. Én azt gondolom, hogy ez nagyon sokszor befolyásolta a játéknak a képét, helyek közel azért volt valami futball emlékeztető is. Nagyon boldog vagyok, hogy elértük a célunkat, megszereztük a 3 pontot. Nem volt könnyű, az ellenfélnek gratulálok, mert igazából az első negyed órától kezdve ember hátrányban játszottak. Mi próbáltak ugye kontrára berendezkedni, meg a pontrugásokra próbálták élesíteni magukat. Igazából labdabirtoklásban, ha beszélhetünk labdabirtoklásra ezen a talajon, óriási fölényben voltunk, rengetegszer a kapujuk előtt tartottuk a labdát, de nagyon nagy helyzeteket nem tudtunk kialakítani. Hát ugye a gól az egy gyönyörű szép támadás volt, egy jobb oldal beadás után a Attika nagyon szép gólt fejelt. Felvetődött ez a nézőben az a kérdés, ha nincs kiállítás, akkor egyenlő létszáma talán még nagyobb arányban is győzhetünk volna. Hát ez sose könnyű, hogy azért, mert van az ellenfélben egy kiállítás, mondom pláne úgy, hogy itt nem csak az ellenféllel, hanem körülményekkel is meg kellett küzdeni. Én azt gondolom, hogy a kiállítás az abszolút nem volt kérdéses, volt több sárgalap is, az sem volt kérdéses mindkét oldalon, úgyhogy igazából ez a mérkőzés, ami mondom a célunk volt, azt elértük, és ezt gyorsan el kell felejteni. Így van, megvan a heték mérkőzésünk, amikor nem kaptunk ki. Gyurács Andis, mi a helyzet? Volt egy labda levétele, utána próbált a labdával belépni a játékba, aztán ahogy lépett, összerántotta valami a vádliát, nem szúrt be, talán nem szakadás, de nem tudom, hogy miért nem kockáztattunk igazából, úgyhogy egyből csere. És a Varga Szabolcs?
Hát Szabi most már kezd visszajönni, úgyhogy én bízom benne, hogy lassan most már a rendelkezésünkre áll. És akkor hát én, mint kívülálló, dicsérjem a Mártiát, hiszen régóta vártad már ezt a gólt, ami benne van minden meccsen, de most ma bejött neki. Hát, ezt mondtam Matikának, amikor oda jött hozzám, hogy végre megvan a gól, én megmondtam, hogy ez nem végre, hanem ez az igazi arca, ő erre képes. Aztán most már remélem, hogy ezt a jó szokását megtartja. Na. Legyen valami gyerekek.